Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra a csatornámon, én Petra Vék, és a mai napon elhoztam nektek a 100 baba kihívás következő részét. 73. 71, 72, 73. Igen, 73 babánál tartunk. Durva, és az is durva, hogy mit keres itt a kaszás. Most azt ígértem nektek, hogy a mai részre megváltoztatom a kisfiúk megjelenését, viszont nem változtattam meg, mert túlságosan érdekel, hogy mi a francot keres itt a kaszás. Mert hogy senki nem haldoklik. Ki halt meg? Mondjátok el nekem, miért vagy itt? Nézzétek, semmi probléma nincs senkivel. Mindenki él és virul, ezek meg durván mi az ordibálnak. És itt valaki meghalt. Ki halt meg? Ki halt meg? Mondjad. Ki halt meg? Ki ez? Helena. Hát őt az előző részben költöztettem ki. Elengedem a lelkét, mert nem kell nekem, hogy itt mindenféle szart csináljon. De itt se volt Helena. Te jó Isten. Hát jó. Helena meghalt. Meg jó, hogy már kiköltöztettem meg, mit tudom én, úgyhogy nem lett volna jó, hogy a tini korába hal meg. De nem értem, hogy mi történt vele. Az a helyzet. Hát jó. Nem tudok vele mit csinálni. Meghalt. Jó. Ez borzalmas. Na mindegy. Nem tudom, te mit csinálsz már megint azzal a pohárral, de már tisztára ki vagyok, hogy állandóan ezzel izél. Na most, amit kéne csinálni, az az, hogy te elkezded a házi feladatodat, kérlek. Na másik meg az, hogy Troy elkezdje. Most komolyan könyvet olvasol? Jó. Szóval a másik meg az, hogy Troy elkezdi a házi feladatát, viszont abban szeretném, hogyha segítene neki. Jaj, végre elmentél, köszönöm. Ezt eladjuk. Szóval szeretném, hogyha segítene neki Anzsó. Oké. Játszanunk kéne egy kicsit, mert ugye a motort még fel kell vinni a negyedik szintre. Mert egyébként Cody már megvan. Tehát ő már megvan a negyedik szintje valamiből, nem tudom miből. De... Viszont Troynak még nincs. Jó. Rendben, aztán Anzsu menjen. Ez spoiled. Oké, akkor kell csinálnunk valami másik kaját. Csináljunk mondjuk. Mi ez a... Ez... Várjatok. Csináljunk valami ilyesmit. Az nem tudom micsoda. Troy, drágám, kérlek. Muszáj ezzel végezned. Köszönöm szépen. Elég is volt. Menjél aludni. Ja, ne ideges már megint. Ne már. Akkor nap. Ó, hát nem hiszem el. Istenem. Nap. Valahogy akkor is aludniuk kell, én nem tudom. Amúgy itt van Logan és Bronx szülinapja. Úgyhogy azokat is majd fel kell gyorsan majd növesztenünk valamikor. De próbálom húzni. Addig húzom, ameddig csak tudom. Nekik meg hát muszáj aludniuk, mert nem tudok velük mit csinálni. Na, már megint elromlott ez a csap. Jó, ezt megszereljük majd, aztán... mit tudom én, mindent csinálunk. Mindent is, ugye? Mindent is. Jaj, nem áll. Mi van? Jó, még alszatok. Jó, utána
neki kicseréljük a pelusát. És az a kérdés, igen, hogy tudnak csinálni extra házit. És az a nagy kérdés, hogy akarom-e, hogy csináljanak. Akarom. A franc! Hétvége van. Gyerekek, hétvége van. Hát ezt nem hiszem el. Hát ezt nem hiszem el, hogy hétvége van. Na jó. Most felnöveztem őket, engem nem érdekel. Éjtse. Oké. Ő itt inquisitív lett. Bronx inquisitív. És... Logan pedig, mindjárt majd rájövünk. Independent. Imádom az independentet. Szuper. Szuper, szuper. Jó. Oké. Na. Amit most fogunk csinálni akkor. Az az, hogy Bronx. Jó. Nem tudom, mit csináljak. Nem, tudjátok, mit nem? Mit csináljak? Oké. És Bronx, gyere ide. És te meg gyere ide. És... Fleshcards, Teach, Basic Needs. Ezt akarom. Bizony. Nem végeztünk mi Bronx-szal. Nehogy az hint. Nem, nem. Nem menekülsz ilyen könnyen. Amúgy Bronx is szemüveges lett, és nem is tudom. Szeretném szerintem őt is szemüvegesként megtartani. Nem tartott, ja, mert nem csinál, nem adtuk nekünk makeover-t, oké. Nem tudom, melyiküknek volt szemüvege. Troynak vagy Codynak, de szerintem Troynak. Szerintem Troynak volt szemüvege. De nem vagyok benne biztos. Ki tudja. Na. No. No. Tudod mit? Most, hogy kicsit levezessük a feszültséget, játszunk egyet. Na, játszunk egyet, az jó. Még egy kicsit tanítjuk. Aztán B-re szoktatjuk, és utána békén hagyjuk. És aztán foglalkozunk Logannel. Bár addigra Anzsu nagyon ki lesz váradva. Úgyhogy lehet, hogy ez nem fog ilyen könnyen összejönni, mint ahogy én elterveztem. Na mindegy. Oké, szóval akkor most Bronx-t szépen Billy-re szoktatjuk. Oké. Jaj. Utána Anzsu is elmehet hétszére, aztán aludni, és majd akkor miután fölkelt, azután foglalkozunk Logannel, bár egy kicsit hiányzik neki a törődés. Hát, ja. Majd később kap. Most mi van? Most ez... Jó. Azt hittem, hogy most az is... Azon is van gyertya, de nem, nem volt. Oké. Utána mondjuk játszunk a babákkal. Fejlesztjük az imagination-t. Ó, azzal, hogy mással beszélgetünk. Megy fel az attention? Jó tudni. Nagyon jó tudni. Na, akkor ezek szerint a gyerekek is tudnak neki adni attention-t. Egy olyan tippem, hogy ma, a mai napon, illetve a mostani hétvégén, ugye most szombat van, nem fogunk új apát találni, hanem majd csak egy kicsit később, szerintem. Nem tudom. Még meglátjuk. Oké, te azt fejezd be, és te is egyen még egyet. Nem tudom, emlékeztek-e, azt hiszem a Sims 2-ben volt egy ilyen valami. Egy ilyen valami cumi. Vagy valami, igen, valami cumis ital, vagy valami ilyesmi, amit a tipegőknek adtak, és gyorsabban tanulták meg a dolgokat. Na, olyan jó lenne. Nagyon jó lenne ebbe a Sims-be is. Nagyon jó lenne. Bár lehet, hogy az meg csalásnak számítana, bár nem tudom. Az a torta, ezzel nem igazán megy föl a gyerekeknek
Az éjsége, azt kell mondanom. Nem a legjobb. De viszont nem tudom ki. Cody, milyen csodálatosan takarít. Ne nézzed a gyerekeidet. Mire jó az, hogyha nézed a gyerekeidet? Én értem, hogy büszke vagy rájuk, meg mit tudom én, de... Kicsit fura. Social van lenn megint. Játszunk Cody-val. És már megint valaki meghalt. Úgyhogy megint mindenki szomorú. Na mindegy. Oké, Troy. Get leftovers. Use. Take a shower. Igazából elmehetnének a church-be. Aha. Menjenek elő ketten a church-be, hogy ne legyenek olyan... Ja, nem vacation, hanem... Nem. Social activities? Nem. Other activities? Church. És menjünk el Cody-val. Szerintem az jó lenne. És akkor már is jobban lennének egyébként. Mi idejük is van, hétvége is van, úgyhogy menjenek. Menjenek templomba. Social is fölmegy. Oké. Teljesen jól vannak, te jó Isten, ezt többször kéne alkalmaznom. Nem is értem, hogy miért nem alkalmazom többször. Oké, de nem menjenek aludni. És ez itt már megint. Rossz. Repair. Clean. És aztán használjuk a WC-t, miután megszereltük természetesen. Mindent csak szerelünk és szerelünk. Ezeket eltakarítjuk. Ezt még ne takarítsuk el, szerintem ez még itt jó lesz valakinek. Mondjuk neki. hol van az a lobster valami? Itt van. Gyorsan előveszem. És... Jaj, nekem. Meg kéne őket fürdetni. Oké, tehát Logent kell megfürdetni nagyon gyorsan. A másikat még nem kell, de majd őt is meg fog kelleni. Oké, Logan. Jaj, mit csinálok? Hülye vagyok. Logan, give a baby bath Logannek. Fejezd már abba a tévézést, hát könyörgöm. Rendben, és akkor most... Tudom, hogy Logan independent, de szeretném Billy-re szoktatni. És majd utána a másikat is szeretném Billy-re szoktatni. Oké, és Bronx, hát Bronxról már lekéstünk, mert ő már használta a pelusát. Na mindegy, Logan eljön ide játszani a babákkal, és akkor Bronxot is megfürdetjük. Mondom, Bronxot is megfürdetjük. Hát ez nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Jó. Játszunk csak. Oké. Játszunk még egyet. Nem, most már nem. Flashcards. Teach basic needs. Mondjuk. Mi van veletek? Jó, eszel. Akkor jó. Akkor nincsen semmi probléma, hogyha eszel. Troy! De most... Hallod? Azért. Kezdtem ideges lenni. Hogy vagyunk? Hogy vagyunk? Oké, várjál, miért még elmész? Egyél. És miért még te elmész? Ójaj. Ajjaj, tudod mit? Te tudsz enni mást. Fejezd be az evést. Kis instant noodles-t adok neki, mert megromlott. Ez a lobster akármicsoda. Természetesen. Ragd le, kérlek. Ragd le, kérlek. Ilyenkor annyira fel tudom magamat cseszni, nem tudjátok elhinni. De tényleg. Te meg maradjál, még egy utolsó potti belefér. Egy utolsó potti, az belefér. Tudom, hogy belefér. És utána mehetsz aludni.
Oké. Egy utolsó potti a másiknak is belefér, hogyha ha Bronxnak belefért, akkor neked is belefér. Ebbe biztos vagyok. Öcsém, menj már aludni, ha nem ezt akartad. Aludni. Hát, ez hihetetlen. Oké, és hát az a helyzet, hogy én itt most befejezem ezt az epizódot. Bocsi, hogyha egy kicsit... Oh, nem hiszem, hogy ezek már megint itt tüzelgatnak. Tehát a mai epizódot itt most befejezem. És jövök majd egy következő résszel. Addigra átalakítom mindenkinek a kinézetét. Úgyhogy hát nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Legyen nagyon-nagyon-nagyon szép napotok. Sziasztok!